Sziasztok! Ebben a videóban a januári kedvenceimet szeretném nektek bemutatni. Nem nagyon szoktam régebben ilyen kedvences videót csinálni, de úgy gondoltam, hogy ha már új év, akkor kezdjünk új hagyománnyal is, és szeretném ezt a videót nektek minden hónapban megcsinálni innentől kezdve. Lehet, hogy néha kicsit késő, ugye most is már február 5-e van, de szerintem még bőven beleférünk ez időbe. Szóval kezdjük a januári kedvencekkel. Az első termék, amit bemutatnék, az egy arcápolási termék. Ez az Yves Rocher arclemosója, ez a Pure System Clean Pore lemosó. Ez úgy került hozzám, hogy bementem az Yves Rocherbe, és mondtam, hogy jött az Aladónak, nagyon kedvesek egyébként nálunk az Aladók, komolyan mindenben segítenek, hogy nekem egy olyan arclemosó kéne, ami a miteszereimet, a torromon, nagyon sokan az orromon, hogy a miteszereimmel kezd valamit, és akkor mondta, hogy hát ez egy ilyen mélytisztító, arcápoló, akármi, és ezt tudja ajánlani. És akkor elhoztam, és kipróbáltam, és tényleg nagyon jó. Az a lényeg, hogy felkened, és akkor, hát én úgy szoktam, hogy már egy picit meggőzölt arcra kenem fel, és akkor utána meg le lehet mosni. Vannak benne ilyen pici apró szemcsék, egyébként ilyen narancssárgás színe van, és ez a tipikus arcápoló illata, úgyhogy az olyan semmi extra, és igen. Tehát vannak ezek a szemcsék, ezekkel úgy törzsöd egy picit az arcodat, de nem vészes. Annyi negatívumot tudok róla egyébként elmondani, hogy nekem ugye alapjáraton száraz a bőröm, csak így a T-vonalba zsírosodik, hogy én ezt csak havi egyszer, maximum kétszer tudom használni, mert különben kiszárítja az arcomat, viszont a havi egy-két alkalommal, hogyha használom, akkor tök puha lesz a bőröm, és sejmes, és amit eszerek is úgy egy picit eltűnnek. Igen. Hát igazából tele van ilyen növényi eredetű összetevők, hogy van benne bio, aloe vera kivonat, csukópa kivonat, őrölt barackmag, és azt így egyébként, hogy reggel és este kell vele megtisztítani az arcotokat, de mondom, nekem ez sok. Úgyhogy nyilván akinek kicsit zsírosabb a bőre, annak lehet, hogy használ. Jó? A következő, amit bemutatnék, az ez a Nivea zuhanyzás közbeni testápoló. Tudni kell rólam, hogy nagyon nem szeretem a testápolókat, mert utálok arra várni, hogy jaj, szívja már be a bőröm, tudjak már öltözni, tudjam csinálni a dolgomat, és pont azért szeretem nagyon ezt a testápolót, mert a zuhanyzás közben felkenem, és akkor rá egy kis időre lemosom, és tök jó. És akkor nem kell így ilyen várakozási idő. Úgyhogy ez egy nagyon jó testápoló. Hát tipikus Nivea illata van, ilyen érdekes csomagolása van, hogy fent ugye ilyen kis végmélet meg tuci, és igen, hát olyan igazi zuhanyzós dolog, úgyhogy szerintem tök jó is. Jó, aztán a következő az egy Yves Rocher sampon. Ez most éppen ez az anti-age sampon. Mondtam már egyszer egy hol videóban, amikor ezt megvettem, hogy hát nem tudom, hogy fog beválni, mert ugye azt mondta a csaj, hogy hú, ez hajnövesztő, meg mit tudom én, és akkor közben rá van írva, hogy anti-age. Úgyhogy nem nagyon örültem, de kiderült, hogy igaza volt, mert hogy tényleg hajnövesztő, mint általában nekem az Yves Rocher samponok azok mindig hajnövesztők, nem tudom, hogy miért, de ez ilyen szilikonmentes, meg parabénmentes, meg színezékmentes dolog, tehát elég természetes, és isteni körte illata van egyébként. Nagyon jó körte illata van. Úgyhogy tök jó. Hát ez a tipikus csomagolás, ugye, amit az Yves Rocher használ a samponokban, ez a zöld, barna, stb. És ez egy 200 ml-s kiszerelés egyébként. nagyon szeretem egyébként azért, mert kevés is elég belőle, nagyon jól habzik, és látjátok, hát most nem tudom meg tudom mutatni, de itt, na, igen, tehát itt vannak ilyen kis babahajaim, már ekkorák, és ez azóta van, mióta Yves Rocher samponokat használok. Előtte elég ritkes volt a hajam, de most már érzem, hogy egyre dúsabb, mert tényleg itt tele vagyok babahajakkal, úgyhogy csak ajánlani tudom. Tudom, hogy van, aki így óckodik ettől a parabénmentes, meg szilikonmentes dolgoktól, de szerintem ez pont olyan, hogy
hogy én próbáltam a Syoszt, a szilikonmentes sampont. Na hát attól olyan volt a hajam kb. Mint egy vatta, kifésülni nem lehetett, már így kb. Majdnem bőgtem, annyira így be volt csomózódva. Viszont ettől semmi problémám nincs, tehát ki tudom fésülni könnyen, pedig elég kotlódásra hajlamos hajam van, és tényleg növeszti. Úgyhogy nem hiszem, hogy fogok váltani. Lehet, hogy márkán belül igen, mert eddig ugye a regenerálósat használtam, de most, hogy már úgy kezd helyre jönni a hajam, felül már könnyebben zsíros, tehát az már nem olyan jó, de biztos, hogy ivrosi samponoknál maradok. Jó. Aztán jöhetnek a smink termékek. Az egyik kedvencem ez a New York Color Rouge. Elkész színben. Láthatjátok, hogy ez egy gyönyörű inkszín rúzs, ez van egyébként a számon is. És már elég régóta megvan. De nagyon imádom ezt a rúzst, mert szerintem ez az a pink szín, ami úgy nekem kifejezetten jól áll. Szerintem ez tök nehéz megtalálni, de ez betalált nálam. És elég tartós is, ha teszel rá egy réteg púdert, akkor persze még tartósabb. És tényleg ez egy szuper termék szerintem, én nagyon szeretem. A következő az egy szempillaspirál. Ez a Rimmelnek a Scandalize szempillaspirálja. Ilyen kis duci keféje van, ami ilyen alakú. És nagyon szeretem használni, könnyű is a használata, meg hosszabbít is, meg dúsít is. Úgyhogy tök jó. Aztán a következő az egy Oriflame korrektor. Hát ez ugye ez a három színű korrektor. Láthatjátok, hogy nem nagyon használom ezt a két színt, inkább a rózsaszínűt, mert az a sötét karikák eltüntetésére szuper. Elég jó a fedése. Ugye a zöldre nekem annyira talán nincs szükségem. És igen. Tényleg nagyon jó, elég krémes az állaga. Vigyázni kell egy picit, hogy a ráncokból ne üljön bele, de szerintem ez egy nagyon jó termék. És ráadásul tök jól záró, úgyhogy utazásra is alkalmas. És ez a picike kis tégétet, látjátok, hogy ekkora. Ez mindenhol elfér. Úgyhogy nagyon szeretem. És ismét egy olyan termék jön, ami annyira már nem új. Fogalmam nincs, hogy ezt mikor lehetett kapni, szerintem már nagyon régen. Ez az Essence-nek a Blossoms kollekciójából a highlighter. Lehet, hogy hát hogy ott már közepén van is egy kis lyuk, mert, mert elég sokat használtam már, de nem bírom megunni. Szinte mindig ez kerül a szemöldök csontomra, mert annyira szeretem. És igen, remélem, hogy még jó sokáig elég lesz. Az illata is isteni, bár már nem lehet annyira érezni, mint amikor új volt. Egy ilyen virágos, édes illat, nagyon édes, nagyon szeretem. És ez egyébként a Flower Power nevű, vagy színű termék. Hát ennek a csomagolás egyébként nem annyira strapabíró, bár még nem történt fel a problémám, tehát én lekopogom. Ez egy sima, egyszerű műanyag csomagolás, és igen, erre azért vigyázok, hogy folyásson. Jó, és akkor most jön az a dolog, ami kétségkívül a legérdekesebb januári kedvencem, mert már decemberben elkezdtem olvasni. Tehát ez egy könyv, és igazából januárban is olvastam végig, bár csak ilyen pici részleteket, és azért olvasom ilyen lassan, hogy minél tovább tartson. Ugyanis erről a szóról van, vagy erről a könyvről van szó, ez a Trónok harca sorozatnak az ötödik, vagyis az eddigi megjelent utolsó kötete, és még két kötet lett, de azokra várni kell. És ezért próbálom minél lassabban olvasni, hogy ne nagyon sokat kelljen várnom, de már alig bírom ki, hogy ne olvassam mindig ezt, mert egyszerűen annyira jó könyv. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, tudom, hogy már ezerszer hallottátok tőlem, hogy mennyire jó a Trónok harca, de tényleg nagyon jó, és igen. Ne lepődjön meg senki, hogy ez egy ilyen hosszú könyv, ugye ezek ilyenek, mind az eddig összes ilyen megjelent, de a hátuljában van egy csomó, ami csak függelék. Hát, tehát ennyi a függelék, nem is tudom, 50 oldal talán,
és összesen, amit el lehet olvasni, az 1090 oldal. És igen, én körülbelül a 800-adikon járok, és remélem, hogy még nagyon sokáig ki fog tartani. Mert jó lenne, hogyha nem kéne sokat várnom a következő fejezetre, hogy ne bolonduljak meg. Igen. Úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, mert nagyon-nagyon-nagyon jó. Oké? Hát ezek lettek volna a januári kedvenceim, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy örültek, hogy most már ebbe is belekezdtek. Azt szerettem volna még elmondani, hogy ha bármi videó ötletetek van, akkor azt írjátok meg nekem kommentbe, és követhettek Facebookon, Instagramon, kérdezhettek tőlem AskFM-en, és minden egyéb elérhetőséget le fogok írni lent az infoboxban. Úgyhogy köszi, hogy velem tartottatok, és hát legyen szép a februáratok. Sziasztok!